Vízben álltak a nyaralók 3 héttel ezelőtt a Tiszapart mellett Gergely Ugornyánál. Az új év utolsó és az új év első napjaiban olyan árhullám érte el vásárosnaményt, hogy a folyó vize ellepte az üdülő övezet parthoz közelebb eső részeit. A friss felvételeken már az látszik, hogy teljesen visszavonult medrébe a Tisza, a sodrás is lassú. A parton azonban látszanak az áradásnak a nyomai. A károkról és a helyreállításról Filip Sándor vásárosnamény polgármestere telefonon adott tájékoztatást televíziónknak. A Feti vízig és a katasztróf védelem elkezdte a mentesítést, a hulladék összegyűjtését, ameddig ezt megtehette, azt követően pedig jött az árvíz, amely teljesen a töltés lábáig is elterjedt, és ennek tükrében tudtuk azt, hogy amikor a víz visszamegy, és szerencsére elég hamar visszament, és ugye jött a fagyás, jött a hideg téli idő, lesznek azért káraink szerencsére. Mivel nagyon rövid ideig tartott ez az áradás, így a károk is minimálisak voltak, egy-két ingatlanunkban okozott kárt a folyóparton, az üzlőterületen a víz, illetve annak a gyors befagyása. Szerencsére a felújított Beregszíve üdülőközpontban semmiféle kár nem keletkezett, azon kívül, hogy egy 80 cm, 1 méter 20 közötti magasságban az ingatlanok lábait is nyaldosta. Nyilván ezeket majd újra kell fertőtlenítenünk, festenünk, valamint az iszaptól mentesíteni a partot, akkor, amikor ezt megtehetjük, nyilván itt a tomboló minuszokban erre nincsen lehetőségünk. A part teljes tisztítását tehát február végén, március elején kezdik majd meg, tette hozzá Filip Sándor. A polgármester hangsúlyozta, az év első tiszai programját az elmúlt hetek nehézségei sem befolyásolják. Kedden a Tisza élővilágának emléknapján megtartják a már hagyományá váló megmártózást, amivel a folyó 22 évvel ezelőtti súlyos cián szennyezésére emlékeznek.